Banki alkalmazottnak adta ki magát egy férfi, majd több százezer forinttal károsított meg egy idős asszonyt a napokban. A telefonáló kérésére a gyanútlan sértett, a szükséges lépéseket követően kiadta a beérkező biztonsági SMS kódjait, melyel bankkártyáját a csaló regisztrálta a fizetési szolgáltatónál, majd rövid időn belül több alkalommal több százezer forint összegű kártyás vásárlást hajtott végre a szolgáltatáson keresztül. Ez csak egy a megszaporodott esetek közül, ezért a rendőrség felhívást intézett a lakossághoz. A banki csalásokkal ugyanis illetéktelenek úgy károsítanak meg sokakat, hogy megszerzik az adataikat, titkos kódjaikat, illetve távoli elérés segítő programot telepítenek, majd belépnek a bankok internetes felületeire, és a sértettek számáiról tranzakciókat bonyolítanak le. Mint a rendőrség közleményében is fogalmaz, senki ne engedje, hogy a kiberbűnözők kihasználják gyanútlanságát és hiszékenységét. Ehhez néhány egyszerű szabályt kell csak betartani. Soha ne adja meg senkinek a banki tranzakciók során a jóváhagyásokhoz szükséges SMS kódokat, és ne felejtse el, a bankok képviselői telefonon nem kérnek bankkártya adatokat és SMS kódokat. A számlaforgalomban észlelt hiány esetén pedig rögtön keresse mindenki a pénzintézetet és a rendőrséget, hogy gyors intézkedéssel legyen esélybe beavatkozni a bűnös folyamatba. A bűncselekmények megelőzéséről további információkat és aktualitásokat mindenki a kiberpajs.hu oldalon talál.